Sziasztok! Battai Máté vagyok. Én pedig Tóth Patrik. Köszöntünk benneteket a Business for Me című talkshow első évadában. És első részében is ezzel együtt. Így van. A Business for Me lényege, ahogy korábban a trélerekben láthattátok, az, hogy nagyon sok olvasói kérdés érkezik hozzánk, és ezeket videóformában is meg szerettük volna válaszolni. Tényleg nagyon szépen köszönjük, ennyire nagy bizalommal fordultok hozzánk, és ilyen fontos kérdésekkel, és azt beszéltük Mátéval, hogy mi annyira jókat kérdeztek, nem szeretnénk, hogy ez csak is kizárólag néhány ember privilégiuma kiváltsága legyen, hanem gyakorlatilag a teljes olvasó közönség is, illetve most már néző közönség ezeket mind megkaphassa. Arról nem is beszélve, hogy a videó a jövő. Igen, ezt már több éve írjuk, hogy videóba kell fektetni, és most már ez lesz abszolút a jövő. Láthatjuk ugye a mobileszközök is, hogy terjednek ezáltal, mennyire könnyű és mennyire könnyen elérhető a videóformátum, úgyhogy ezért döntöttünk mi is úgy, hogy a kisfilmek mellett egy ilyen jellegű kis beszélgetést is beiktatunk számotokra. Az első levél egy ifjú követőnktől érkezett, Danitól, aki 23 éves. Sziasztok! Régi követője vagyok az oldalnak, imádom a nap gondolatát. Köszönjük. Tavaly végeztem a főiskolán, most üzletkötőként dolgozom egy pénzügyi közvetítő cégnél. Naponta szembesülök azzal a problémával, hogy az életkorom miatt az idősebb ügyfelek, de még a kollégáim, főnökeim sem vesznek komolyan. Úgy érzem, van az emberekben egy alapvető bizonytalanság az irányomban. Tudnátok adni valamilyen tippet, hogy mit kezdjek ezzel? Üdv, Dani! Hát Dani, fiatal korod ellenére, vagy ezzel együtt mi sem vagyunk lényegesen idősebbek nálad, valóban ez így van, hogy az idősebb generáció egy ilyen hátba veregető alappal viszonyul a korosztályhoz, de szerintem ezt lehet kezelni. Sőt, előnye is van. Én azt látom, hogy amikor hogy mondjam, hát te szoktad ezt idézni, de gyakorlatilag aki felmagasztalja magát. Lukács evangéliuma. Az megaláztatik, ha jól idéztem. Igen, igen. És ez azért nagyon izgalmas szerintem, mert aki, tehát az az ember, aki viszont lenézi a másik felet, a tárgyalópartnerét, az egy rést hagy a kis pajzsán, mivel valószínűleg ő lesz a kevésbé felkészült, ő az, aki kevésbé nézett utána, hogy miről lesz ma szó, ő az, aki kicsit félváról veszi. És egy olyan emberrel tárgyalni, aki nincs 100%-ig ott a szituációban, a jelenben, a pillanatban, az sokkal könnyebb kibillenteni. Zavarosba lehet jól halászni, ez tipikusan egy zavaros szituáció. Én nagyon sokszor tapasztaltam, hogy 19 évesen alapítottam az első Kft-met, és hát a legtöbbet meglepő módon nem csak idősebbekkel tárgyaltam, 10-20-30-40 éve idősebbekkel, és hát milyen meglepő, mindenkin láttam egy picit azt, hogy hát na a gyerek, tudod. És most már, amikor inkább ez a 20 éves lettem, akkor kezdett kicsit így visszafordulni, mert nyilván, amikor a szakmaiság belép és hiteles leszel, akkor már ez egy kicsit kiegyenlítődik, de addig valóban van egy nagyon-nagyon nehéz szakasz, ahol nagyon sokan fel is adják, amit nem szabad. Szerintem fordítsd a te oldaladra ezt a fajta, hát most szerencsének is mondhatjuk, hogy ilyen hamar beléptél ebbe a világba. Te viszont felkészült vagy, akkor biztos lehetsz benne, hogy uralni fogod a helyzetet. Mi Mátéval, amikor tárgyásra fölkészülünk, akkor alapvetően legalább 2-3, de akár 4-5 forgatókönyvre is fölkészülünk, és abban a szituációban úgy tálaljuk, mintha ott rögtönöznénk, vagy mintha vagy homlokon csókolna a múzsa, és mintha ilyen véletlenszerűen történnek a dolgok, de végig egy olyan mederbe tartjuk a helyzetet, amit nem is feltételez a másik fél. Tehát a felkészültség nagyon fontos, mert amikor ő át se tudja gondolni, és lehet, hogy már csak egy óra vagy egy nap, egy óra múlva, vagy egy nap múlva jut eszébe, hogy hát végül is tényleg ott még alkuthattam volna, stb. Tehát uralni tudod a másik embert. A felkészültség elképesztő is, de hogy tudsz felkészülni, hogyha utána nézel az embernek? Milyen eszközök vannak ma erre? Hát számtalan lehetőséged van a Facebook képeitől elkezdve, honnan kiderül például a hobbija, a nyilvános cégadatokig, a cégtárba körülnézel, hogy milyen árbevételei voltak. Igen, tehát mondjuk ott van az ingyenes mobil alkalmazás, ami gyakorlatilag annyi, beütöd a cégnevet, ott lesz a székhely, a tulajdonos, egyből tudod, hogy dönt, gyakorlatilag aláírásra jogosulta a tárgyalsz-e. Érdemes meg is kérdezted nyugodtan egyébként most, hogy kivel tárgyalsz, hogyha látod, hogy nem az ügyvezető, igen, vagy nem a tulajdonos. Én mindig meg is kérdezem, hogy
ez nem sértő. Megkérdezem, hogy elnézést tulajdonképpen most akkor kivel tárgyak, mert most nem egyértem, mert értem, hogy a XY cég képviseletében ő megjelenik, de hát nem képviselője a cégnek. Most akkor mi van? Hát itt általában azért meg is lepődnek, meg nyilván indul egy, de én fontos vagyok, de nincs ezzel baj, de ezt nagyon gyorsan tisztázni kell. És ez már is egy komolyságot ad, mert az az ember, aki eddig csak így fetrengett a fotelbe, és várta, hogy majd te mondasz valamit, és ezzel kibillented, na egyből megérkezik ő is a pillanatba, szóval itt rögtön komolyan tudnak majd téged venni. Tehát sok lábon áll, de itt szerintem így be lehet venni az öltözködést, hogy azért arra nagyon érdemes gondolni, hogy akkor milyen nonverbális jeleket üvöltesz magadról, mert azért azt mindenki érzékeli. Az, aki nem tud olvasni a nonverbális jelekből, még az is dekódolja, hogy te magabiztos vagy nem. Kényelmetlen neked a szituáció, vagy nem. Nyilván ezeket megérzi az ember, ezt nevezhetjük intuíciónak is, de alapvetően ez a nonverbális jelek olvasásának a képessége. Nagyon-nagyon érdekes téma, ez egy önálló epizódot is föl tudna ölelni, de most én nagyon röviden ennyit tudnék hozzátenni. Igen, éppen elkezdted elmondani, amit én is akartam mondani Daninak, hogy tökre nem mindegy, hogy lehetsz felkészülni, de hogyha ilyen nyuszi módon adod elő, akkor nem fogják elhinni. Akár mennyit tudhatsz a témádról, az ügyfeledről, hogyha nem tudod hitelt érdemlően meggyőzni arról, amit te akarsz, pláne, hogyha üzletkötő vagy. Hát ott az értékesítés, a sales művészetében az, hogy lyukat veszélj a sukba, az majdnem mindennél fontosabb. Hányszor találkozok azzal, hogy például akár közvetlen baráti környezetben vagy, hát most hagyd ne mondjam, hogy akár családiba is, mert mindketten olyan családban rendelkezik, vállalkozók gyakorlatilag a szülőknél, és hogy tehát találkozunk azzal a jelenséggel közvetlen környezetben, hogy nem is mindig tudják egy adott tárgyalásnak, hogy mi a célja. Uh-huh. És ez most nem szégyen, nagyon nagy emberekkel is megfordul, mert megtörténik, pontosan azért, mert nyilván van egyfajta nyomás, egy terhelés, és nem biztos, hogy egyik tárgyásból a másikba esel, lehet, hogy mentálisan se tudtál fölkészülni, nem tudtad a megfelelő célokat kijelölni az aznapi, vagy abban az órában tartandó megbeszélésnek, és hát a Seneca idézet, hogy semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, uh-huh. Itt nyilván meg fog jelenni. Ha te ezt mondjuk uralod ezt a helyzetet is, megfelelő célokat tűzöl ki, és ez jelent vagyoni célokat is. Hát én magam, hát most téged nem veszte be, de majd elmondod, elmesél neked, mi a tapasztalatod ezzel. Én is jártam úgy, hogy nem megfelelően jelöltem ki a vagyoni céljait egy tárgyalásnak. Például alul értékeltem magam, ilyen is előfordul. Az is nyilván, vagy a másikat értékeltem túl, és akkor megint érződik rajtam, hogy én nem tudom elég képviselni a küldetésemet. Tehát számtalan most ilyen kérdés egy picit olyan nagy általánosságban fogalmaz, próbáljuk minél több felől megérinteni a témát, de nyilván ennek mélyére is lehet ásni. Így van, hogyha nem jó az ajánlat, akkor bukta az egész. Arról nem is beszélve, hogy nem csak a saját céljaidon érdemes gondolkodni, hanem azon is, hogy a partnered, vagy a veled szemben álló fél mit akar. Sokkal könnyebb kiindulni, ha végig gondolod, hogy ő mit akar, ezt egyezteted a saját céljaiddal, és aztán teremtesz egy win-win szituációt, vagy egy látszólagos win-win szituációt, hogy ilyen ördögi vonalon is elinduljunk. De hát nyilván, hogyha igen, akkor fogsz tudni jó ajánlatot tenni, hogyha tudod, hogy ő mit akar, milyen karakter, és a céljaidat is meg kell tanulnod többféleképpen megfogalmazni. Hogyha egy, nem tudom, nyugdíjas házaspárral tárgyalsz, akkor nyilván nem ugyanúgy fogod előadni, mint egy korodbelinek. Pontosan. Ami még itt talán még eszembe jutott, az az, hogy a szenáriók kapcsán, hogy kell nyilván optimista, egy realista és egy pessimista forgatókönyvvel is készülni, ha már itt több célt is ki tudsz jelölni egy-egy tárgyalás során. A másik még, ami szerintem fontos, hogy ne eladni akarj, ezt mindig elmondom. Igen. Én nekem volt olyan korszakom, hogy én nagyon-nagyon eladni akartam, és ez nem működött meglepő módon, és hát hányszor látunk ilyet, hogy ezek a porszívó ügynök, akiket így látod, hogy tökre le vannak lakva, meg leharcolva, minden, és már jön feléd egy A4-es labból kivágott névjegykártyával a kezében, és így látod, hogy őt nem is érdekli, hogy te mit mondasz, csak vegyél meg tőle egy magazint, egy prospektust, vagy egy akármit, és egy hideg rázna. Most gondolj bele, hogy ha te ezt érzed, akkor nyilván fordítva is igaz, amikor nagyon eladni akarsz, akkor a másikat is rázza a hideg, hogy jaj, nem áll. Uh-huh. Tehát ne szolgáltatásba és termékbe gondolkodjál, hanem segítségnyújtásba. És nálunk is ez működött nagyon, amikor nem is beszélünk még az árakról, föl sem merül, hogy ez mennyibe kerül, elmondom, hogy én ebbe tudok segíteni, hogy erről van is egy ilyen kis imás filmünk, elmondom, és akkor ez sokkal jobban működik, mert őt is gondolkodásra indukálja, cselekvésre indukálja. Nyilván ő is elkezd agyalni, álmodozni, hú de jó lenne, tényleg ez mennyire tetszene. És akkor már végén vizionáljuk, hogy neki ez mekkora anyagi haszont is jelenthet, és ekkor lép be, hogy
hogy hát igen, lehet, hogy neked az 1 milliót hoz, ez mondjuk csak 200 000 forint, de most bemondanám rögtön, 200 év vegyél tőlem valamit, hát ott dobja le a láncot. De amikor az vizionáljuk először, hogy neki az 1 milliót fog hozni, akkor a 200 000 már nem is lesz olyan nagy összeg. Ezért kell segíteni. És ezek ilyen apró dolgokon múlik az, hogy ne akkor adat nézzék, hanem azt, hogy mennyire vagy releváns a másik személy számára. Hát ez elég kimerítő válaszolt, igen. Ha mégis maradt még benned kérdés, vagy akár a nézőkben, vagy még valamire szeretnétek, hogy kitérjünk, nagyon szívesen forduljatok hozzánk bizalommal, Facebook üzenetbe, vagy akár az a businessandcafe.hu, vagy a businessandcafe.blog.hu-n van egy ilyen kapcsolat menüpont, és akkor ott is tudtok, ott akár anonim módon, úgyhogy kérdésekre fel, na de még nincs vége ezzel a mai napnak, csak gondoltam ezt még úgy elmondom. Sziasztok! Sokszor kerülök olyan helyzetben, kis elírás, hogy nem tudom eladni a cégem szolgáltatásait, mert nem sikerül meggyőznem az ügyfeleimet. Van valamilyen módszeretek arra, hogy befolyásoljam őket? Hát legelőször is igyekezz helyesen írni, ha nem sértelek meg ezzel, de térjünk vissza a szakmaiságunkhoz, eladni cégszolgáltatások, meggyőzés, módszer, befolyásolás, Máté, mit tudsz a befolyásolásról és a szélszről? Hát komoly átfedést érzek az előző válasszal. Akkor induljunk onnan, hogy ne eladni akarjál, hanem segíteni, mert ez tényleg egy alapvető sales hiba, és hogy Daninak is ezt a tanácsot tudtuk adni, mint alapvető lépést, neked is kedves névtelen levélíró, azt kell, hogy javasoljuk, hogy tehát ha érződik rajtad, hogy te kétségbe esetten el akarsz adni valamit, máshogy mondom, ha kétségbe esetten el akarsz adni valamit, az érződni fog rajtad, és ez egy ösztönös ellenkezést vált ki az emberekben. Ha látom az arcodon, hogy neked égető szükséged van arra, hogy ezt én megvegyem, akkor kapásban nyerő helyzetben érzem magamat, mert tudom, hogy ha ennyire rá van szorulva, hogy én ezt megvegyem, akkor... Akkor más se vette meg tőle egy. Ha más nem vette meg, akkor én meg mi a pékér vegyem meg. Hát igen, igen, igen. Tehát egy olyan alapvető nonverbális jel, hogy gyakorlatilag sikertelenségre vagy ítélve. A meggyőzés egyéb terén pedig ugye akkor haladjunk végig szépen egy tárgyaláson, mert gondolom, hogy akkor ott bukik el a dolog. Mindennek van egy íve. Ahogy Patrik is említette az előbb a nonverbális jeleket, ezzel kezdődik minden. Hogy nézel ki, hogy vagy felöltözve, alul vagy öltözve, túl vagy öltözve, itt is ugye érdemes lesz az ügyfél alapján kitalálni, hogy mi van. Egy vlogba például én is pólóba nyilatkozom, de egy komoly networking eseményre meg öltönybe megyek. Tehát attól függ, hogy milyen ügyfél, milyen szolgáltatás, ezeket ki kéne alakítanod a saját imidzsedet, hogy te hogyan leszel a saját szolgáltatásodnak a hiteles arca. Igen. És itt még kezet se fogtatok. Hát utána jön a készfogás nyilvánvalóan. Hát most egy konkrét cégszolgáltatást, nem sikerül meggyőzni feleimet, igen. A befolyásolás az, amit végül is kulcsa a kérdésének, hogy hogyan befolyásolja. Én megkülönböztetem a manipulációt két szemszögben. Van nyilván a csaló, meg van, akinek egyébként nagyon jó a terméke szolgáltatása, csak nem tudja eladni. Na most akkor két lehetősége van, hogyha nem csaló, és most a csalókra nem térek ki, azért, mert az nem ennek a műsornak a szellemisége, de hogyha meg tényleg csak annyi a problémát, hogy nem tudsz jól kommunikálni, akkor most vagy megtanulsz, és akkor olvasod minden reggel 6-kor publikálandó cikkeinket, és akkor azt örömmel vesszük, vagy amellett, hogy még olvasod is minket, szerzel magad mellé egy olyan társat, aki viszont jól kommunikál, aki lehet, hogy mondjuk nem tudja összerakni azt a terméket, vagy ezt a szolgáltatást, amit te nyújtasz, nem ért hozzá, nem baj, elmagyarázod neki, hogyan működik, viszont ha tényleg egy eszkimónak el tud adni egy hűtőt, akkor viszont szüksége van erre a társra. És be kell venni, adni kell neki százalékot, nagyon fontos, hogy ilyenkor nem elsősorban pénzt adunk, mert hogyha alkalmazott, akkor azt nézem, hogy nem kell, hogy ne kelljen dolgoznia. A társ meg nyilván, mivel elemi érdeke, hogy ebből egy nemzetközileg ismert részvénytársaság legyen, és majd a New York-i tőzsdén a ti neveket skandálják, nyilván ő ezért fog harcolni, tehát ezért érdemes társakba gondolkodni, és akkor viszont egy ilyen társra van szükséged. Tehát próbáld meg először megtanulni, mert azért jó, hogyha az ember ért ehhez, de hogyha mondjuk tényleg egy ilyen fél év, egy év után sincsenek nagyon eredmények, azért akkor meg kell gondolkodni, lehet, hogy ez nem neked való, és ezzel sem baj nincsen, nem kell mindenhez érteni. Én is tök rossz vagyok egy csomó dologban, sőt, több dolog vagyok rossz, mint jó, de minden ember ilyen csak nem vallja be magának. Hát igen, azt a keveset kell megtalálni, miben igazán jó vagy. Úgyhogy én ezt javaslom. Hát még, igen. Ha kiindulsz abból, hogy hogyan segítesz, és kérdésekkel, meg meggyőző érveléssel szépen rávezeted a leendő ügyfeleidet arra, hogy miért van szükségük
ugye mindig ez az elsődleges kérdés, hogy neki miért lesz jó az, hogy igénybe veszi a szolgáltatásodat, mert ezzel kelted fel az érdeklődését. Minden innen indul. Tehát most az is előfordult egyébként, hogy nem a kommunikáció van baj, hanem a termékkel vagy a szolgáltatással. Még akár ez is, hogy egy pessimista forgatókönyvbe, hogy átlátnak rajtad, látják, hogy gebasz van benne. Előfordult, hogy még nem áll készen, az nagyon jó, csak akkor fogd fel, hogy ez nem kész szolgáltatás volt, hanem MVP. Ugye a Minimum Viable Product fontosságáról nem lehet eleget beszélni, ugye pontosan ez a lényege az MVP-nek, hogy legyen már eladható valamilyen szinten, és generáljon visszajelzéseket. Mm-hmm. Na most lehet, hogy ez már a visszajelzés generálás közé tartozik. Ezt így nem gondoltam végig, de valóban lehet, hogy nem azzal van a bajod, hogy nem meggyőző vagy, hanem hogy a terméked nem meggyőző. Azért boncolgatjuk, és ezért tetszik nekem ez a Business for Me téma, mert valóban kicsit így lehet jobban boncolgatni. Nem tudunk egy cikkben mindent elmondani. Így is 5-600 cikken jelent meg alsó hangon, és még mindig úgy érezzük, hogy még ezt úgy elmondanánk, de egyszerűen nagyon nehéz cikket, és ezért is jó, hogy ilyen kérdések formában jöttök hozzánk, mert nekünk is kényelmesebb és sokkal jobb így megválaszolni. Így van. Szóval a kérdés túl általános, de lehet, hogy veled van a baj, lehet, hogy a termékkel, nem tudni. Érdemes mindkettőt megfuttatni. Tehát, hogy például, hogy mondjam, annyira egyszerű, hogyha nincsen olyan ismerősöd közvetlen körzetben, aki tényleg relevánsan tud hozzászólni, mert én például mindig először olyan volt azért, még a mai napig akár, ez komolyan mondom, hogy az édesanyámat megkérdezem. Persze, hát ez nem ciki egyáltalán, nem ciki, a szülőket megkérdezem. Kedveseket, jó barátokat, stb. És ez a legjobb. De ők mindig azt fogják mondani, hogy te vagy a legjobb. És ez még egyrészt igaz is, másrészt meg azért érdekes szakmai embereket is megkérdezni. Ha nem ismersz ilyeneket, akkor például ott a Facebook. Hát könyörgöm, az internet világában nem kell félni, megijedni, és akkor ja, itt jön az, hogy jaj, de lenyúlják. De nem nyúlják le, nem tudják lenyúlni, hidd már el. Eszenciát nem lehet kopírozni. Na, Patrik, akkor én azt javaslom, hogy haladjunk tovább a harmadik levéllel. Kíváncsian várom. Hello! Látom, hogy rengeteg sikeres és gazdag emberrel találkoztok, beszélgettek. Mint mindenki, én is szeretnék karriert építeni. Mi a tapasztalat? Van valamilyen speciális képesség, ami előre visz ezen az úton? Szép napot, Sanyi! Van. Kedves Sanyi, az a jó hír, hogy van, és nem is bonyolult. És nem, egyébként nem is kevés, de ez nem jelenti azt, hogy ebbe el lehet veszni, hogy annyira sok lenne. Én annak idején úgy indultam el ezen az úton például, hogy én nekem is nagyon sok kérdésem volt, és szerencsére azóta még több van. Én például Brian Tracy hallgatásával kezdtem, fogalmam nem volt sem az önfejlesztésről, sem a vállalkozásfejlesztésről, egy dolgot tudtam, hogy nem szeretnék alkalmazott lenni, és hát nyilván az ember keresővé válik, és nyilván nagyon sok helyen megfordul. Én a Briannel kezdtem, de aztán rájöttem egy olyan dologra, hogy Brian Tracy nagyon jókat mond, csak ő mondjuk az Egyesült Államokban van, ami teljesen más környezet, teljesen más a realitás, a politikai környezet, a gazdasági környezet, a millió, a hangulat, az átlagember felfogása az utcán is más, még egy hajléktalan is másképp gondolkodik Amerikában, mint itt egy egyébként középosztálybeli. Tehát elképesztők a különbség, és itt jöttem rá, hogy nagyon jó, amiket elmond, de akkor menjünk el a nagy magyar valóság legjobb embereihez, és nagyon hálás vagyok, hogy követtél ezen az úton, és betársultál ebbe. És tényleg nagyon hány interjút is csináltunk? Hát olyan 30 körül van most. Nagyon sok, és hát az igyekeztünk tényleg a legkomolyabb, és legjobb, és legVIP-b embereket összeszedni nektek, és hát nyilván ezáltal magunkat is gazdagítottuk. És jelent is meg egy interjú sorot, a Keressük a siker titkát, ezzel indultunk, és ennek lett is egy ilyen összefoglaló gyümölcse, vajon megfejtettük a siker titkát ezzel a címmel, és ott össze is foglaltuk egyébként, hogy mik a titkok. A nagy kitérő azért volt fontos, mert tudjátok, hogy min alapszik az, amit most majd elmondunk. Azt tapasztaltuk, hogy a torta legnagyobb szelete, az igenis közhelymentesen az a szorgalom, illetve az, hogy dolgoztak vele rengeteget. Igen, innen indul. Elég kiábrándító. Egyszer tartottunk egy előadást, ahol azt a példát hoztam, hogy ez ugyanolyan unalmas, mint amikor Sherlock Holmes eredményeit látja Dr. Watson, és alig hiszi el, hogy ez lehetséges, és amikor elmagyarázza neki, akkor pedig, ja, ennyi lenne az egész. És ugyanígy jártam a sikerrel. És komolyan, ennyi lenne, hogy csinálom, nekiállok, 20 évet belerakok, és aztán milliárdos leszek, és úgy néz ki, hogy eléggé benne van ez a pakliba. Na, de nagyon sok emberen látjuk, ugye pontosan egy ilyen napgondolata volt a te szignód alatt, ugye te gondolatod volt, hogy nem elég
a siker ez nem elég, hogy nagyon sokat dolgoz, bár nyilván elengedhetetlen feltétele. Nem tudom, jól idéztelek? Köszönöm, igen. Igyekszem a nagy embereket pontosan idézni. De okosan is kell dolgozni, még itt idézem Mátét, imádok nagy embereket idézni. Amit viszont még láttunk náluk, hogy okosan az mit jelent, ez ilyen megfoghatatlan volt nekem. Igen. Tök jó, okosan, fú, na király, ki vagyok segítve. Valójában ez azt jelentette számunkra, hogy a világ ugyanis mindig változik. Ez egy fizikai törvény is, igen. És ezeket a változásokat ők meglovagolták. Ugye a változások, ugye, amit pedzegettünk is sokszor, nyilván most lehet, persze nagyon sokszor látni, hogy bizonyos korú vállalkozók már nem hajlandóak változtatni dolgokon, mert ezt így csináltuk 15-20 évvel ezelőtt is, az úgy jó van, akkor is működött, és egy ennyire felgyorsult világban ezt nem lehet. Ezek az emberek, akik még mindig tudnak hova növekedni, akik nem stagnálnak, vagy nem mennek tönkre, nem, sőt, még egy válságkeldős közepén is képesek rekordok eladásokat döntögetni, azok az emberek, akik elfogadták azt a tényt, hogyha egyik lábukkal a folyóba lépnek, akkor a másik lábukkal már egy másik folyóba fognak lépni. Ez az a felfogás, ami igazából őket előre viszi a mai napig. Igen, okosan, ügyesen csinálják a dolgokat, kitartóan és valóban nyitottak arra, hogyha kell, akkor változtassanak. Több fontos képesség elhangzott még, én is megnyitom az összefoglaló táblát. Ami nekem még nagyon szimpatikus volt, és legelőször Geszti Péter nyitotta fel erre a szememet, az az, hogy egy nagyon komoly önismerettel rendelkeznek ezek az emberek, ami azt jelenti, hogy elfogadták azt, hogy miben jók és miben nem. Tehát a Péter is ugye azt pedzegette, hogy ő például nagyon sebevallása szerint, amit én elfogadok, mert tényleg így van, nagyon kreatív, ő nagyon-nagyon jó ötletekkel tud szolgálni, és ehhez neki kellett nyilván egy olyan szakmai segítség, aki ezt majd pénzé váltja, egy olyan gazdasági ember, aki ezt könyvelés technikailag is átlátja, mert ő ezen nem csak, hogy nem szeretne foglalkozni, nem is ért hozzá. De mi történt? Nyilván ő nagyon erős önismerete volt, és ezt ő a saját malmára, ezáltal a saját malmára hagyott a vizet, mert ő ezt elfogadta. Most nyilván én, ha lázadnék magam ellen, és azt mondom, hogy már pedig én úgy akarok szakács lenni, hogy egyébként nem tudom megkülönböztetni a sót meg a cukrot, akkor ez nem nagyon fog működni, valljuk be őszintén. Igen, kellett feltétlenül egy tudásbázis, egy meglévő tudásmennyiség, ami azt jelenti, hogy tájékozott vagy az iparágatban, napra kész vagy. Tehát úgy, hogy leülsz, hogy én most milliárdos leszek, az nem fog menni. Kell ez a cél, amivel azonosulsz, amiben ki tudod teljesíteni magadat, az a szenvedély, ami elvisz ehhez, de ez feltételezi azt, hogy értesz hozzá. Amikor Klapka Gyuri bácsival beszélgetünk, ő mondta, hogy jobban értek a könyveléshez, mint a könyvelőm, jobb jogász vagyok, mint a jogászom, és még vezetem a cégemet is. És hát ezt megtámogatva, Klapka urat és Gerendai Károlyt most beveszem ebbe, ugye ő meg pontosan azt emelte ki, hogy mennyire fontos, hogy milyen csapattársak vannak. Ez lehet csapattárs vagy cégtárs, most a lényeg az, hogy egy stáb, aki körbevesz. Tehát mindenki ismeri Bill Gates meg Steve Jobs nevét, de ők nem egyedül dolgoznak. Igen. Néhány ezer ember dolgozik azon, hogy az ő álmaik megvalósuljanak. És mondjuk, hogy mondjam, a vezérigazgató helyettesek már kevésbé ismertek, pedig elhihetitek, hogy legalább annyi munkája van az egyes alkalmazottaknak abban, hogy most ennyibe kerül ma egy iPhone, mint Steve Jobsnak. Tehát ezek így összetalálkoznak, és nem beszélünk róla eleget, pedig így van. Egy picit ugye vissza lehet csatolni például itt ahhoz, hogy a sales meg, amikor jönnek ezek be, hogy el kell fogadni, hogy ez a Lone Ranger effektus, tehát az, hogy egyedül megváltam a világot, ez nem létezik. Ez lehetetlen, ilyen soha nem volt és nem is lesz. Nyilván ezért vagyunk mi is másodmagunk, vagy akár többen magunk olykor, projektfüggő. Ez volt, mikor nyilván 15 fő volt, van, amikor 2, van, amikor 4. Mindig projektfüggő, de sosem az, hogy akkor én vagy Máté egyedül neki vegyünk a világnak, hogy ez lehetetlen. Például ez mennyire fontos, hogy jó csapattal vett körbe magad. Igen, ezt is Geszti Péter mondta, hogy az sem mindegy, most konkrétan Sanyinak mondom, hogy ha többen vagytok, akkor nem csak az anyagi terheket tudod megosztani, hanem a pszichikai terheket is. Tehát nyilván az, hogy valakivel, akit legalább annyira érdekel az, amit csinálsz, meg tudod beszélni ítelt érdemlően, hogy most mi történt, mi várható, és vagy megosztani az örömet, vagy a bánatot, ez egészen más szitu, mint ha csak kívülállókkal tudnál erről beszélgetni. Engem nagyon inspirált például ilyen téren Hovány Márton, aki meg kiemelte a pozitív gondolkodást. Tudom, hogy ez nagyon sokan rágják ezt a közhely csontot, de azért volt nagyon inspiráló egy ilyen embertől hallani, mert azért ő nagyon sok milliárdot keres évente, és egészen más perspektívából látta, hogy
igazából ezt ő úgy fordította meg, hogy még a hátrányból is tudni kell előnyt kovácsolni. És ez már megint egy másik szemléletmód, mert persze ez nem azt jelenti, hogy jaj, de jó, megyünk a szakadékba. Tehát nem erről beszélt ő se, ezt külön ki is emelte szám még hasonló szófordulattal, hanem nyilvánvalóan mindenbe keresni kell azt, hogy jó, rendben van, most történt valami, ez nem baj, rájöttünk legalább a hibára, akkor azt javítsuk ki. És ez mennyivel jobb, mint állandóan azon zsörtölődni, mert nyilván aki mindenben csak azt látja, hogy ez mennyire rossz, az soha az életben nem fog tudni egy bizonyos szint fölé menni, és nem fogja meglátni a pillanatban a lehetőséget, ami az időzítés kérdése. Én mindig azt mondom erre egy ilyen szemletes hasonlat, hogy amikor ott ültök mondjuk egy szórakozó helyen, és akkor egy szituációs poén bejön, ha hányszor van az, hogy mondjuk egy óra múlva villamoson, amikor mész az akkor eszedbe, hogy ez de jó lett volna, hogy azt úgy bemondom. És ugyanez, itt a vállalkozó életben is van, amikor összesűrűsödik az energia, és akkor kell megvalósítani, és ők is akkor valósítják meg. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, de MVP. Minimum viable product, a legalacsonyabb szintű, de működőképes prototípus. Mert legalább abban az energiában teremtődjön meg, ne 5 év múlva, amikor már senkit nem érdekel. Ne akkor akarja egy tökéletes vonalas telefont bevezetni, amikor mindenki táblagéppel jár meg okostelefonnal. Ilyen jellegű gondolatok jöttek még onnan, nem tudom, mi az, amit még így kiemelnél. Abszolút. Hát amit nekem például nagy tanulság volt, bár én még sajnos nem vagyok milliárdos, hogy vagánynak kell lenni, meg kell tanulnod kiállnod magadért, mert akár milyen okos lehetsz te, meg akármilyen ügyes, meg akármilyen jó ötleteid vannak, hogyha nem tudsz kiállni magadért, nem tudod hitelt érdemlően képviselni azt a szenvedélyt, ami megvan benned a célod iránt, akkor senkit nem fog érdekelni. Kicsit ilyen profétának kell lenni, hogy fölkeresd az emberek érdeklődését a te célod iránt. Főképp, hogy Richard Bransonról is beszélgettünk egy időben sokat. Ugye ő arról híres pont, hogy van egy ilyen szemlélete, hogy ez a Dávid kontra Góliát, és ő hát mindig Dávidnak tünteti föl magát, pedig az ő is egy néhány milliárd dolláros cégcsoport, és ő neki tényleg az a üzlet filozófiája, hogy ő szegény, kicsi, egyszerű kis cégecske, Bransonocska, Richardocska, ő neki megy a nagynak, a Coca-Colának neki megy, vagy neki megy a nagy nemzetközi bankoknak, és olyan szolgáltatásokat vezet be, ahol nagyon régóta stagnálás van a piacon, monopolhelyzetek alakultak ki, és nyilván pusztán őnek egyetlen egy kis icipici üzleti filozófiája van, legyél 10%-kal olcsóbb, meg 10%-kal jobb, és már is 20%-kal jobb vagy a riválisainnál. És ezért majd téged választanak. Tehát ahogy Klapka sem találta föl a spanyol viaszt, ahogy te fogalmaztál, ő se találta föl, mindenben egy picit körbevesz magát nagyon komoly tanácsadókkal, ezt ő maga vallja be, megnézik azt az iparágat, tudnák-e jobban, olcsóbban csinálni úgy, hogy mindenkik rentábilis, ha igen, oda mennek. Semmi csoda nincsen. Tehát ilyen jellegű tapasztalatok jöttek igazából az interjúinkból is. Nagyjából szerintem összeszedtük a legfontosabbakat. Így van, hát még órákig tudnék róla mesélni, mert az ennyi interjú után nyilván van elég impulzus. Persze. De szerintem most haladjunk tovább, hogy még beleférünk a műsor keretébe. Rendben. Most én olvasok, Máté? Igen. Én jövök. Jó, rendben, nálam a labda. Jó napot! Láttam a videót a szerencséről. Szerintem én alkalmazom ezeket a technikákat, de mégsem jönnek össze a dolgok. Mi lehet az oka ennek? Legelőször egy pár szó szerint mondjunk a videóval, aki nem látta, hogy akkor itt mi volt a témája, nagyon röviden. 4 pontban foglaltuk össze, hogy hogyan legyen szerencsés. A mottója, intrója az volt, hogy nem árulhatjuk el, hogy hogyan nyer meg az 5-ös lottót, de azt viszont elárulhatjuk, hogy amikor elérkezik a kedvező alkalom, akkor meg tud ragadni a lehetőséget, és ne kerüljön el a szerencse. Igen, itt a pillanatban való megérkezés fontossága, hogy ott legyél fejben, igen, amit itt mondtam, hogy a zavarosban akkor tudsz halászni, hogyha te abszolút fullon vagy, a másik meg azt tudja, hogy éppen milyen étterembe ültök. És ugye alkalmazod a technikákat, de mégsem jönnek össze a dolgok. Mi lehet ennek az oka? Hát legelőször is vagy az, hogy valójában nem is alkalmazott, csak fejbe ott van, mert hányszor járunk úgy, hogy elolvasunk egy csomó jó tanácsot, és amikor megérkezünk a pillanatban, akkor valahogy, mivel még nincs igazából gyakorlata, azért nem tudjuk alkalmazni, mert nem berögzült, mert nyilván lehet, hogy már, ez olyan, mint amikor kisgyermek, aki egy karonülőcsecsemő, látott már felnőttet sétán, de ő még nem tud. Látja, hogy működik, mert így kell a lábakat egymás elé tenni, és mégis 80 ezerszer elesik, aztán felálljon, elesik, feláll, és a végén majd megtanul járni. Tehát induljunk innen, hogy az is lehet, hogy igazából fejbe megvan már, vagy érted, hogy miről beszéltünk, de még nincs igazából ilyen, nem csípőből jönnek még neked ezek a technikáknak a gyakorlati alkalmazása. Arról nem is beszélve, hogy elég sok, tehát a 4 pont közül elég sok hosszú távon megvalósítható. Tehát nem lehet ilyet, hogy akkor jövő hétfőtől elkezdek gondolkodni azon, hogy mit hogy csináljak, mert ez nem egyik napról a másikra megy.
és az egyik megtámogatja a másikat. Egyik nem megy a másik nélkül, ez olyan, mint egy ház alapja, nyilván, hogyha az egyik oldala megsérül a lapnak, akkor billen az egész. Tehát ez igazából én ezt látom, hogy így működik. Én kiemelném azt, hogy amit én bemondok, ugye, hogy legyen tököd kiállni magadért, itt szokott megbillenni a legtöbb. Papíron mindenki tényleg ott van, hogy uff, majd én megváltom a világot, és amikor ott van, hogy mondjuk egy befektető előtt, akkor be kéne mondanod, hogy én 25 millió forintot kérek euróban, és kis címletekbe, jelöletlen bankokba, akkor nem meri bemondani. Most nyilván eltúloztam, de lényeget értitek. Én bemondtam, beszélgettem ilyen befektetőkkel, nem is kevéssel, sok évig, ugye nekem ez volt egy ilyen küldetésem, és valóban ilyen több 10 milliókat kellett szemreben is nélkül így bekérnem, és nem volt könnyű, és nem is ment. És itt tudom, hogy a tökösség például mennyire fontos. Tehát hiába tudod például azt, hogy ott kell lenni a pillanatban, hiába, hogy felkészült, ha nem mered bemondani, nem mered azt az árat mondani, amit te érsz, és mert nem mered bemondani, a másik meg érzi, hogy te se vagy benne biztos, akkor amit már Máté sem mond, akkor ő is elkezd kételkedni, és vége. Számtalan oka lehet, én azt javaslom, hogy ilyenkor, amikor például, tehát én nem is tudom, több száz ilyen technikáról olvastam, és nyilván azokat írom már le, amik nekem beváltak. Ezeket én végigpróbálgattam az összeset. Legyen szó, innen indulok akár egy meditációs technikáról, üzletiről, tárgyás technikai, nonverbális, én neked mind végigpróbálom, mert leírom nektek. Nyilván ezért tudok róla hitelesen beszélni, mert én kipróbáltam és rájöttem, hogy működik. Egy csomó szart is olvastam, azokat nem írom bele, mert tudom, hogy nem működik, és valami Schwindler összeállított valami kókleséget. Tehát ezek működnek, amiket mi elmondunk, és gyakorlás. Mert ennyi. Tehát ez nem, nagyon sokszor látom én is, hogy valaki elmegy egy kurzusra, és akkor azt mondja, hogy fú, hát akkor egyszerre én most mindent begyakorlom. Haladjál fokozatosan, ne kezd el egyből a négy technikát alkalmazni, kezd el az elsőt. Ha megy az első, ha egy nap, ha egy hét, ha egy év, utána menj át a másodikra. Mert ha egyszerre négyet akarod, akkor négy cég közé fogsz ülni egyszerre. Ha egy céget már kényelmesen belaktál, akkor menj a következőre. Így fog igazából működni, és ezt nem csak a Hogyan legyél szerencsés videónkra mondom, hanem minden egyes ilyen technikai és gyakorlati tanácsunkra. Igen, és azzal le is zárnám akkor ezt a gondolatot, hogy a videó és a videóról készült cikk is úgy ér véget, hogy kitartás. Tehát 999 nem után édesebb lesz a siker, a leveled pedig önmagában feltételezi azt, hogy nem vagy elég kitartó. Tehát csináld, tényleg működik, nekünk bevált, rengeteg embernek bevált, tehát ezek következtetések, eredményei ezek a pontok, úgyhogy kitartás. El is érkeztünk az utolsó levélhez, amely Judittól érkezett. Kedves Business & Café, szeretnék vállalkozást indítani, de úgy érzem, és több interjútokban is olvastam, hogy ez elég nehéz. Elég nehéz kezdő vállalkozóként, különösen nőként a mai Magyarországon. Azért azt is látom, hogy elég sokaknak viszont jól megy a cége. Most mi legyen? Vele vágjak? Várjak még? Minden jót, Judit! Szerintem szedjük szét, mert több dolog is elhangzott, amire érdemes reagálnunk. Egyrészt ott indul a történet, hogy szeretne vállalkozást indítani. Na most ilyen nincs, hogy valamit szeretnél. Most akkor vagy csinálod, vagy nem. Tehát szeretnél, hát ez semmi. Tervezzél, ez ugyanaz, ami jó volna 500 millió. Tök király lenne. Nagyon élvezném én is, ilyen nincsen. Tehát a bevételi modelleknél ilyen nincsen például, hogy mennyit szeretnél ezzel keresni, hát jó sokat. De azt mondod, hogy mit tudom én, 3 év alatt 200 milliót, az egy terv. Kezdetleges. Szeretnél meg a realitás nyilván. Tehát igen, tehát ez ilyen nem nagyon van. Vágjál bele MVP, tényleg érdekes, hogy visszajön, ez még akár tényleg egy önálló epizódot is megérne. Tehát ez MVP, el kell indulni, ha úgy érzed, hogy az első terméket tökéletes, akkor későn indultál. Hiába csinálsz 10 millió milyen piackutatás papíron, az nem lesz olyan. Add a kezébe a terméket, akár tényleg, ha csak egy ilyen kis látványkoncepciót. Például a nagy autócégek nem azt csinálják, hogy elkezdenek gyártani egy tökéletes, mit tudom én, X-osztályt, hanem mi történik? Konceptautókat állítanak elő, még lehet, hogy motor sincs benne, csak 3D-sen ki van nyomtatva. Kiállítják, ott állnak a célközönség, ott áll egy autókiállító, és akkor mondja, az tök király, az nagyon jó, az nagyon tetszik, amúgy az tök gagyi. És akár évekig elhúzódó folyamat, míg lefejlesztenek egy autót. És nem azzal kezdik, hogy akkor szériagyártás. Tehát vegyünk már nagyoktól példát. És nyugodtan ebbe bele lehet menni. Először ami koncept, nem is kell még kiváltani a vállalkozóit. Otthon szépen megmahinálsz egy olyan valamilyen szinten működő valami, ami meg olyan, hogy nagyon drága vagy hiányzik, azt nem nyugodtan mondhatod, hogy amúgy ez technológiailag így fog felépülni, stb. De ha megfogja, akkor tud rá valami mondani az illető.
Tehát nem kell rögtön arra abba gondolkodni, hogy sorgyártás, vagy olyan szolgáltatás, hogy könyvelő iroda, meg mit tudom én. Nem így indul a sztori. Tehát ha szeretnék vállalkozást indítani, akkor ne szeretné, hanem indítsd el. Már ott kezdődik a vállalkozóvá válás, hogy te legyártad az MVP-det. Meg az, hogy kiállsz az ötleteid és az álmaidért. És akkor itt jön az, hogy nehéz kezdő vállalkozóként Magyarországon. Hát nehéz, bizony, hogy nehéz. Mi nem nehéz? Nehéz megemelni a zsákkrumplit, az is nehéz. Igen, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Hát kérdéseket kell föltenned magadnak. Az, hogy nőként nehéz, azt tegyük egyelőre félre, arról is kibeszélünk majd. Nehéz a mai Magyarországon. Igen is, meg nem is. Szudánban például sokkal nehezebb lenne vállalkozást indítanod. Vagy mondjuk, ha 45-öt élnánk, akkor is nagyon nehéz lenne. Igen. És valóban, ahogy Patrik is említette, a vállalkozás az nem ott kezdődik, hogy a egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzik a nevedet, vagy bejegyzik az első részvénytársaságodat, hanem ott, hogy felépíted a szolgáltatást, vagy a terméket, és elkezded vele megdolgozni a piacot. Ez azért nem nehéz egyébként, és most bocsánat, hogy szabadba vágtam. Csak nyugodtan. Hogy tehát a vállalkozói lehet az soha nem volt klasszikusan könnyű, inkább úgy mondanám, hogy kihívásokkal teli, nem problémákkal kell találkoznod, hanem megoldandó helyzetekkel. Ez konvertáld át, itt megint visszajön Hovány Márton gondolta, a pozitív gondolkodásmód. Az, hogy ő nem azt mondja, hogy ő se problémába gondolkodik, hanem megoldandó helyzetekbe. Amint ezt így átkonvertálod, fejbe teljesen más algoritmusok jutnak eszedbe. Nem volt eszedbe, hogy úristen, de ronda és ez probléma, hanem akkor oldjuk meg, hogy ne legyen ronda. Mert az a baj a magyar mentalitással, sajnos általánosítanom kell, mert még többségben vannak azok, akik problémákat látnak, nem pedig megoldandó helyzetekben gondolkodnak. És ezt amint levetkőzöd, rájössz, hogy nem nehéz vállalkozni, mert a vállalkozás önmagában arról szól, hogy neked vagy nekem van egy problémám, amit te meg tudsz oldani. El szeretnék jutni A-ból B-be, te be tudsz segíteni. Nem tudom megemelni ezt a zsákrumpit, amit tényleg nehéz megemelni, abban tudsz segíteni, hogy megemelt helyettem azt a zsákrumpit, és nyilván ezért én adok neked valamit cserébe. Ez a vállalkozás. Szerintem most nagyon lemegyünk vissza Ádámig, Éváig. Ne, tényleg, és persze utána van egyéni, minden, az már a jogi kerete, meg az adók történet, de itt indul. Nem nehéz. Oldj meg, ha meg tudsz oldani egy problémát, már vállalkozó vagy. És én ezt azért nem látom például annyira nehéznek, mert annyira egyszerű lett szerintem. Persze, most mindenki úristen azt mondja, hogy mert hogy egyre nagyobb a zaj, meg egyre több vállalkozás van, egyre több a cég, meg egyre több a termékszolgáltatás. Aha, de soha nem volt ennyire könnyű megreklámozni. 10 éve, vagy 15 éve közel nem voltak ilyen lehetőségek, nem volt az a Insta, nem volt az a Facebook story, a YouTube sokkal nehezebben érhető volt, most már termékbemutató videókat készíthetsz a telefonoddal és föltetheted YouTube-ra, nem kell tudnod vágnod se, mert ha egy kicsit kreatív vagy, odafigyelsz, egy fél napot rászánsz, olyan videót csinálsz, hogy ihaj. Össze tudsz kalapozni egy csomó pénzt viszonylag hamar pályázatokkal, befektetőkkel. Kickstarterekkel. Nagyon durva lehetőségek vannak. Tehát soha nem volt ilyen könnyű vállalkozni, mint ma. Az, hogy Magyarország ebben speciális, én inkább a hozzáállás miatt mondom, hogy speciális, a környezet az ugyanúgy rendelkezésre, nem beszélve arról, hogy mondjuk ha igazi startup ötlet az egész, akkor eszed ágában ne jusson Magyarországban gondolkodni, mert a startupnak pont az a lényege, hogy nemzetközi. Ezért kapok agybajt, mikor jönnek oda cégek, hogy én startup vagyok, aha, és hol működsz? Hát mit te Csongrádon. Hát de Csongrádon startup, szóval nem áll. Nem ez a startup, tehát az egy vállalkozó mondjuk ki, hát most azért meg kicsi, meg innovatív, meg zöld levél a logója, attól nem startup. Tehát nem nehéz, nőként, azt nem tudom elmondani, mert nem voltam még nőként vállalkozó, viszont sok olyan női vállalkozó ismerősünk van, akikkel beszélgettünk egyébként erről. Többek között az édesanyám, aki egy erős független nő egyébként, de nem okoz számára problémát érvényesülni, könyvelőirodája van, és egy csomó férfi ügyfele van, és komolyan veszik, mert szakmailag felkészült, mert jó, és téged is komolyan fognak venni szakmailag, hogyha jó vagy, hogyha jó a terméked, jó a szolgáltatásod, miért ne vennének komolyan nőként? 2016-ban ez azért már talán egy fokkal jobb, mint régebbi időkben. Akkor nem veszek komolyan egy nőt, és most ezt tényleg objektív tényként fogom itt közölni, és ezt most ne érse senki félre, akkor hogyha nem tudja a kereteket a nő. Tehát amikor azzal próbál meg rávenni, hogy flörtöl, meg ilyenek. Van ilyen, ezek a jellegű
Tehát amikor, amikor tényleg... Beviszi a nemiséget a bizniszben. Beviszi a nemiséget, akkor veszem észre, hogy nő. Addig, ameddig egy üzletember ül velem szemben, eszem ágában nem jut, hogy ő nő. Semmilyen szinten nem, sem előnyben, sem hátrányban nem helyezem emiatt. Amikor látom, hogy megpróbál ilyen dolgokkal manipulálni, akkor kezd el átfordulni abba, hogy talán nem annyira szimpatikus, de nem a nőisége nem szimpatikus, hanem az általa kiválasztott módszer. Ahogy egy csalónás a szimpatikus nyilvánvalóan az, amikor látom, hogy mondjuk Luffy szolgáltatás mögött. Tehát ezt most így nagyon helyén kezelem, én úgy érzem. Tehát alapvetően ez abszolút nem. Sőt, szerintem ad egyébként egy bájat neki, mert nyilván meg kevesebb a nő, ezért kicsit felpesdíti az üzleti életet, hogyha nyilván egy nővel tárgya az ember. Jó leső érzés. Én úgy gondolom, hogy ez mint férfiként elmondhatom, jó látni, hogy egyre több nőt látunk az üzleti életbe, mert én azt látom, hogy sokszor jobbak is egyébként, mint a férfiak. Rendszerezettebbek, én ezt látom, például sokkal jobban van rendszerük. Igen. Akár ők például mindig jegyzetelnek, notesszal érkeznek. Tehát én azt kell mondjam, most kicsit a nemem ellen beszélek, a férfiak ellen, és ezt most megint objektív tényként mondom, bizonyos tekintetben ügyesebbek. Hát több tudományos publikáció is napvilágot látott, ami elemzi ezt a kérdést, és bizonyos szinten bizonyítva lehet, hogy a nők ügyesebbek, okosabbak. Alkalmazottként egyébként kevesebbet keresnek, tehát alkalmazottként nehéz, úgyhogy ez még egy érv a mellett, hogy megcsináld a saját bizniszedet, mert te magadnak nem fogsz kevesebbet fizetni azért, mert nő vagy. Nagyon jól tudnak érvényesülni, és azt is látom, hogy sokkal határozottabb célokkal rendelkeznek. Egy férfi kényszerből megy sokszor erre a pályára, azért, mert ugye családfenntartó szerep, és ott kevésbé van cél, mert sokszor a férfinél az a cél, hogy fenntartsam a családomat. De ez nem cél, ez nem üzleti cél. Egy nő sokkal határozottabban tudja, hogy neki van egy álma, akár stylistként, vagy akár mondjuk akármilyen divatvállalkozóként, ruhabolt, akármi, nagyon sok nő ugye valahogy a divatból kerül át a vállalkozói létformába, én többet is ismerek ilyet. És ők nagyon határozott üzleti víziókkal rendelkeznek, és nem az a céljuk, amit már a műsor elején pedzegettünk, hogy pénzt szeretnének. Nem, ők az álmukat akarják megvalósítani. És az olyan brutális előnyt jelent egyébként a piacon, hogy ez elképesztő. Én gondoljam Anna Szappanra, aki egy alapvetően családi céllal érkezett a biznisz világába, azt hiszem valamelyik gyermeke volt ekcémása az alapítónőnek, és nem lehetett kapni normális szappant, ami ezzel kompatibilis ezzel a betegséggel. Mit csinált? Körülnézett, tényleg nem volt ilyen, elkezdett gyártani, és irgalmatlanul nagy pénzeket kaszált vele. Úgyhogy, kedves Judit, én azt mondom, hogy ha hiszel benne, akkor feltétlenül vágjál bele. És ne rettentse vissza az, hogy Magyarországon vagy, hogy ma élsz, hogy nő vagy. Igen, és itt írja, látja, hogy azért sokaknak jól megy a cége. Persze, hogy jól megy a cége. Ugye korábban az előző kérdésekben pedzegettük, hogy mik azok, amik az interjúkon keresztül is kiderültek. Ugye ez volt a kérdés, hogy mi az interjúkon keresztül mit tapasztaltunk. Most ezt is jól megválaszoltuk. Úgyhogy most mi legyen, belevágjak, vagy várjak még? Várhatsz, nagyon nyugodtan várjál, csak rájössz végül is, meg sok jó tévéműsor van, meg bár már nem megy a Balázs Show, meg ilyenek, de helyette sok reality van, amit tudsz nézni, de hogyha ezt majd megunod, akkor vágj bele, pontosan azért, mert beszéltünk itt az energia összesűrűsödésről, és hogyha viszont tényleg ott van egy elképzelés, és amikor az ember viszkető tennyire ébred, hogy most nagyon érzem, és most nagyon kell, és nekem egy csomószor van, és azonnal hívom Mátét, vagy akár éjjel egykor, aminek biztos nagyon örül, akkor azt azonnal vagy megcsináljuk, vagy nem, és azt látjuk, ha megcsináljuk, akkor durra, még hogyha hülyeségnek is tűnik, ha nem csináljuk meg, és utána később addig agyalunk, hogy jó legyen, akkor semmi. Akkor egy picit se szól. Tehát vágj bele, mert az energia most sűrűsödött össze. Igen, és elég sokszor fordult elő az is, hogy aztán föltettük magunknak a kérdést, hogy de ezt mi a franciát nem csináltuk meg korábban. Tehát lehet, hogy ez az ötlet ott van benned évek óta, és hogyha végre megcsinálod, akkor jut eszedbe, hogy basszus, teljesen fölöslegesen elpocsékoltam éveket azzal, hogy itt vártam a semmire. Az, hogy vársz, az nem fogja megoldani, mert pont arra vársz, hogy elkezd-e, de az csak, hogy működik-e, de az meg csak akkor fog kiderülni, hogyha elkezded. Ez a saját farkába harapó kígyó effektus, aminek nagyon hamar véget kell, hogy ves, és most nem csak Juditot, hanem minden kedves nézőt erre, hát hogy mondjam, erre ösztönzök, hogy ha ilyen cipőbe jár, és tudom jó, hogy itt a kamera túlsó oldalán, vagy itt a képernyők előtt, akik ültök, sok ilyen van, mert nagyon sok ilyen megkeresés érkezik, és ezért is választottuk Judit levelét is ebbe a mai műsorba, mert láttuk, hogy ez egy visszatérő kérdés, vagy ez a lényege gyakorlatilag a kérdésnek ez visszatérő volt nálunk. Igen, baromi kényelmetlen volt először cikket megjelentetni, nagyon félelmetes érzés volt arccal, névvel vállalni ezt az egészet,
az első videókon látszik, rettegtem attól, hogy a kamera fölveszi, amit mondok, hogy ez a YouTube-ra kerül. El kell kezdeni és csinálni kell. Addig kell csinálni, még nem lesz jó. Igen. Úgyhogy amennyiben még maradt akár Juditban, vagy Sanyiban, Daniban, vagy a többi névtelen kérdezőben, vagy akár benned kedves néző kérdés, vagy úgy érted, hogy ezt még szeretnéd egy kicsit tovább boncolgassuk, akkor természetesen ez a műsor ezért született meg, és ennek ez a lényege. Várjuk ezeket a kérdéseket, ahogy korábban elmondtam, ezt akár a Facebookon is meg tudjátok ejteni, a Business and Café oldalon gyakorlatilag egy üzeneteket ránk tudtok írni, Messengeren, és ezt mi megkapjuk, ez a leggyorsabb módja. De hogyha névtelenül szeretnéd írni, erre is van lehetőséged, ezt is fenntartjuk neked, bár nem javasoljuk, ezt pedig a businessandcafé.hu oldalon tudod megtenni, ott fölül van egy kapcsolat menüpont, és azon belül egy ilyen kérdőjében belül ki tudod tölteni, hogy amiket meg szeretnél adni adatokat magadról, és illetve a kérdésedet is itt várjuk, sok szeretettel. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottatok. Még egy gondolatot hozzátennék, egy merészet. Na. Ha személyesen szeretnél kérdezni tőlünk, erre is megvan a lehetőséged, ugyanis hamarosan rendezvényünk lesz. Az első egészen pontosan november 19-én, ahova szeretettel várunk téged is. Igen, ennek részleteiről hamarosan még többet árulunk el. Ezt majd a Facebook oldalon, a Facebook követőink azonnal látni fogják, úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy akit érdekelnek az ilyenfajta önfejlesztő, vállalkozásfejlesztő, akár szakmai, vagy kicsit életmód oldalon megközelítő témák, az ne csak kövessen, hanem az új algoritmus miatt be lehet állítani azt is, hogy elsőként jelenítse meg a mi dolgainkat. Megígérjük itt most nektek és neked, hogy nem fogunk spamelni. Néhány tartalom van egy nap, de nagyon ütősek, érdemes követni minket. Instagramon is, és Facebookon is, meg az oldalon is önálló témákkal várunk benneteket. Úgyhogy minél több platformon kövessetek, hogy ne maradjatok le semmiről. Így van, face-en, meg face-to-face, meg jövő hétfőn újra ugyanitt. Így van, várjuk a kérdéseket, és köszönjük, hogy ma is velünk tartasz, és várunk vissza, ahogy már Máté is elmondta. Kösz szépen, sziasztok! Sziasztok!